Na, sziasztok! Ismételten egy beküldött videóval szolgálnék. Malinovka pálya. Szintén Soma játszik, szintén IS-8-al. Azt hallottam tőle, hogy itt volt ellene két másik ismerősöm, a Bálint meg a Tomi bár. Itt most amilyen kis lófasz képernyőn nézem itt a videót, most meg nem mondom, hogy hol vannak. Úgy értesültem, hogy már meccs elején elpusztulykáztak, meg nem nagyon remekeltek, de hát ez mindenkivel előfordul, ebben most nem menjünk bele. Nem is az a lényeg. Hanem, hogy a videó tulajait mit remekel. Hát, például az E-100 tömör tornyát lövöldözgeti, de nem túl nagy sikerrel. Nem baj. Én szoktam néha lövöldözgetni a tornyát ott a toronygyűrűnél, hát ha beadja. Át lehet azt ott ütni, másik E-100-al. És jó, mondjuk nem ilyen távolságból, hanem inkább ilyen facehug üzemmódban, így közvetlen közelről. Közben pedig egy... Hát nem tudom, ez pattintásnak számítja a játék, hogyha ágyúval fogod föl egy másik tanknak a lövését. Gondolom az E-100 prémiummal lőtt, ugye a kis modulérzékeny hítlőszerrel. Itt pedig egy epic pattintás, az Object 704-es. Na, az Object 704-es lövését epicen lepattintotta szépen. Azzal a tankkal nem is tudom én mikor pattantam utoljára IS-8-asról. IS-3-asról többször is. Azzal sikerült megoldanom. De nem is tudom. Így amikor meglett ez a tank, nekem is ez az IS-8-as, az elején még nem remekeltem vele. Persze akkor megy már a legjobban vele, amikor ugye fullos a tank. Itt pedig egy beragasztott torony a tortoisztól. Pontosabban még nincs beragasztva teljesen. Mert az szopás lenne. Na, lőd ki azt a férget. Nagyon szép lövés. Azt hittem fölé fog menni. De végül nem így lett. Megmondom őszintén, én ki nem állhatom ezt a pályát. Ki nem állhatom, gyűlölöm, utálom, szar. Mocsok, nyílt, kemper, fos, leginkább csak az Arctic-nak kedvez. Hát, azt meg ott nem is tudom, a játék nem adta be. Azt ott lazán át kellett volna ütnöd. Na mindegy. Velem is szokott mostanában köcsögösködni. A legdurvább az volt, amikor a halálcsillagnak a páncéltörő lőszere a nagyobb átütésűvel, a rendes páncéltörővel, aminek 310 az átütése. Lepattantam a VZ-111-1-4-nek az alvázáról, amit egy hetes tankkal be lehet lőni. Az úgy kicsit érdekes volt, tehát már előbb jelezte ki a lepattanót, mint hogy odaért a lőszer. Tehát itt a játék előre eldönti, hogy mit ad be és mit nem. Mint például ez esetben Soma haveromnak a spotted target hitet. Tehát ha jól látom, van neki 9 darab. Ez az IS-8-as én is szoktam gyűjtögetni. Elég rendesen adja. Ugye ez vezetette mindkettőnket oda, hogy már a második kiválósággal díszeled a tankunkon. Ott pedig egy szép lövés az E-100 hasába. Aztán itt meg még nem tudom, csinálsz valamit, haver, okoz csalódást. Mert hadsebzés az eddig még... Jó, mondjuk nem számít rossznak, hogyha azt nézzük, hogy ez a 9 spotted target hit jön hozzá. Na jó, meg még egy kill. Így már elfogadható. Átlagos meccs. És... nyerték is. Na nézzük, mennyit sebeztél, Foma. Szerintem egy 2500-at minimum. Hát igen, de azért az assisted, ami így hozzájön, az nem rossz, meg a blokkolás. Azért 2670. Nem is tudom mostanában, mikor blokkoltam vele ennyit. Na mindegy, köszi, hogy néztetek, sziasztok!